Sziasztok srácok, itt vagyok az Asus Magyarország főhadiszállásán, és itt van mellettem a Mothership. Nem tudom, mennyire emlékeztek az Isztambulban készült Asusos videóra, ahol lehetőségem nyílt bepillantani az Asusnak a teljes line-upjára, amivel idén készülnek, és ott talán említettem is, talán emlékeztek rá, hogy az egész felhozatalból nekem a Mothership volt a legmeggyőzőbb. Akkor nem volt lehetőségem különösebb hands-ont csinálni, mások mondjuk szerencsésebbek voltak külföldön, itt-ottam-ott. Viszont most az a helyzet adódott, hogy végre itt van, és tudtam egy fél órát, egy órát ismerkedni vele, hogy mégis hogyan működik, és hát elképesztő. Több oldalon olvastam, hogy úgy hivatkoznak rá, mint az egyik legizgalmasabb és legkülöncebb technikára, amit piacra dobtak, és hát tényleg így van. Ez a monolitszerű képződmény, amit itt láttok, ugyanis egyszerre indul PC kategóriában egyes helyeken, és egyszerre indul laptop kategóriában, megint csak más helyeken, így például Magyarországon is. De miről is van szó? Alapvetően, amit itt most láttok, a Mothership, ami eléggé húzós neve van, ezt így nézzétek meg, tehát meg fogom mutatni az összes szexi oldalát. Tehát ez így ilyen vastag. Próbálom tartani egyébként, egy ilyen közel 5 kilós dögről beszélünk, tehát azért el tudjátok képzelni, hogy mit élek át, amikor próbálom így elegánsan tartani, akármi eddig sikerült. Nyugalmi állapotban nézzetek meg, milyen szép kis fényfuttatások vannak rajta. Nem ez lesz az egyetlen szexepírje. Viszont ilyen. Ilyen a dög. És mutatok nektek valamit, ha le akarjátok támasztani, úgy haladunk be befelé, ne aggódjatok, leteszem így, és a támaszték már ki is nyílt. Ha minden igaz. Igen. És így megáll. Ez semmit nem kellett csinálnom, kicsit új lenyomatos az eleje, ezt ne vegyétek figyelembe, de így néz ki a gép. Nyugalmi állapotban, hogy aki akarjátok tenni az asztalra, mint egy kis szobai díszt. És most jön igazából a lényeg, eddig ugye a monolit részét láttuk ennek az egésznek, ahogy egy ilyen díszként itt el van, és akkor mutatom. Nézzétek! Így nyílik le. Most már azért inkább emlékeztet egy laptopra szerintem. Úgyhogy most megpróbáljuk bekapcsolni, hogy azért mégis visszakapjuk élők közé. Kicsit izgultam egyébként, mert láttátok, egy pár másodperc volt, és semmi jelet nem láttam, itt nem villam fel sehol, egy ilyen kis piros led, vagy semmi. Viszont most már hátul ennél a kis hasadéknál, amit mondtam is nektek, ott most már szépen világít, a billentyűzet világít, és már van képünk is. És megmutatom, mi az igazából a szexi ebben az egészben, figyeljetek. Maga a billentyű, az, hoppá, igen, így, leakasztható teljesen. És így mobilizálható, teljes mértékben wifi-ről működtethető. Egyetlen kapcsolás fel, és a kapcsolat már létre is jött, ha minden igaz, ott meg is jelent a képernyőn, hogy most már vezeték nélküli kapcsolatra állt át ez a beviteli egységünk. Ugye itt van rendesen a tapipad, látjátok, hogy mozog a kurzor, ha minden igaz, akkor látjátok, illetve a billentyűzetről annyit mondanék el, egyrészt, hogy szép, hogy itt van rajta ez a ROG logó oldalt, nem tudom, mennyire látszik, de ami egy poén, hogy még ez is félbehajtható. És hatalmas helyet tudunk ezzel nyerni. A billentyű maga nagyon minőségi egyébként, tehát ez egy nagyon, nagyon kemény a felület, tehát nem nyeklik, nem hajlik sem erre, amiről még beszélni fogok később. És maga, nem tudom, a kopogás mennyire fog hallatszani, az a minőségi kopogós hangja van a billentyűzetnek, a leütéseknek. Úgyhogy ez egy nagyon ügyes megoldás. Amit ki akartam hozni ebből az egészből, hogy említettem, hogy a Mothership rettentően nehéz. Egy nagyon nehéz gépről beszélünk. Laptopnak nehéz, rendes PC-nek könnyű. Ezt igazából azzal érték el, hogy a hűtésre elég komoly figyelmet fordítottak az összes létező kiegészítőbe, úgy a billentyűzetben, mint ebben a hátsó lebernyekben, nem tudom, minek nevezzem. Rendes alumínium merevítések vannak ahhoz, hogy a hőelvezetés minél precízebb legyen és minél hatékonyabb, egyebek mellett azért is, mert ebben, amit itt láttok, az összes létező hajtóegység, a processzor, a GPU, az SSD, minden, ami kell, az ebben foglal helyet. Mutatom, tehát egy ilyen vastag hardwareben. És ami poén az egészben, ezt most visszacsatolom, csak hogy elnyerje a maga kis
szexi önmagát. Tehát a poén az egészben, hogy mint látjátok, itt oldalt is vannak szellőzők, itt is vannak szellőző egységek, és itt oldalt is vannak szellőző egységek. Hasonló, ami minden laptopnál. Viszont, látjátok ezt a szép bordázottságot? Ezt a kicsit futurisztikus megoldást? Itt is végig szellőzők vannak. Mostanában a gamer laptopoknál egyébként egy visszatérő probléma, hogy nem lehet rendesen hűteni őket. Tehát ebben egy i9-es processzor van, egy RTX 2080-as kártya, tehát azért ezek rettentően tudják termelni a meleget. Viszont azzal, hogy ezt a felületet is teljesen szellőzővé tették, és ráadásul szabadon hagyták, nem úgy, mint a laptopoknál, ugye, ahol szintén van egy ilyen szellőző egység, de mivel a laptopot így tartjuk, ugye nem tud az a terület rendesen szellőzni. Ez viszont, mivel áll, így rendesen ki tud áramolni a meleg. Próbáltam meghajtani ezzel azzal, ad ki hangot, de messze nem annyira vészes a helyzet, mondjuk, mint a gamer laptopoknál. Úgyhogy ő volna a mothership, így ebben a formájában. Hát ha szeretnétek egy ilyet magatoknak otthonra, akkor először is nagyon az embernek a zsebébe kell nyúlnia, mert ez az eszköz, ez hát közel 2 millió forintba kerül, tehát nem egy olcsó játékszer, viszont azt lehet látni, hogy egy teljesen egyedi, unikális élmény, így jön magában. És hát ezek azok a fajta technikai újítások és fejlesztések, amiket folyamatosan keresünk mi is, amik mondjuk megmutatják, hogy maga a gaming az milyen irányba tendál, és szerintem ez egy jó újítás. Nem feltétlenül, nem mindenkinek szóló újítás, de abszolút hasznos. Bemeneti portok is vannak. Ja, egyébként VR-re fel van készítve, azt meg csak úgy mondanám. Tehát úgy látjátok magatok előtt, hogy 2-3 éve mondjuk, amikor a virtuális valóságról beszéltünk, akkor egy rendes nagy tornyú PC-ről beszéltünk. Most már gyakorlatilag látjuk, hogy itt megvannak a portok hozzá, itt megvannak oldalt a portok hozzá, és ezt így letámasztod, onnantól kezdve egy teljes értékű VR-es PC-d van. Azért ez egy kicsit hidegrázós. Remélem tetszett nektek ez a mai videó. Kérlek titeket, a kommentben mondjátok el, hogy nektek hogy tetszett, esetleg kipróbáltátok-e valahol, vagy szeretnétek-e kipróbálni. Lehet, hogy az Asusnál egyébként lesznek ebből kiállított példányok, ha van rá lehetőségetek, akkor nézzetek majd be oda. Illetve minden létező visszajelzést várok tőletek, és a linkben el lesz helyezve a terméknek a terméklapja, ahol további részleteket és érdekességeket tudtok megnézni róla. Én Zoli voltam, és találkozunk a legközelebbi hardware anyagnál. Sziasztok!